A magyarság Nimródja a könyv, az előadásomnak a címe. Most azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy valóban volt Nimródunk, csak egy kicsit más vonatkozásban, mint ahogy mi gondoljuk, mert mi úgy tudjuk, hogy csak egy Nimród volt, ez a bibliai Nimród, aki valamilyen úton, módon a magyarságnak az ősapja, ősatja lett. Holott egy kicsit bonyolultabb. Tehát nagyon vissza kell nyúlni egészen, talán még a vízözön előtti időszakra is, hogy ezt meg tudjam világítani önöknek. Mert a mi népünk, akármilyen furcsán is hangzik, a mi népünk elődei a vízözön előtti időszakra nyúlnak vissza. Ezt az ékiratos táblák tanúsítják, a vonalas írásos és a képírásos mezopotámiai táblák tanúsítják. És ezt nekünk nagyon szokatlan azért, mert sem a középiskolában, sem másutt nem tanultunk arról, hanem hogy össze kell magunkat húzni, kicsik vagyunk, semmink nincs, és közben ugye rengeteg tudós meg világhírű embereket, vagy világhírű tudósokat, sportolókat adott a magyarság a világnak. És ez onnan származik, tehát Mária Terézia korától, jobban mondva a Habsburgoktól, mert korábban nem volt semmi kétsége a magyaroknak, hogy nagy nép voltunk, tehát nagy népnek vagyunk a kis utódai, tehát most méretre gondolom. A hivatalosított történetírás nem is engedett nagyon más tanítani, és ez ugye a Habsburgok óta fenn van. Most népünk régiségét a krónikáink igazolják. Honnan tudjuk, hogy ez Nimród? Hát lehetne akár más is, az istenek társaságában van, az íjáról, a gamós botjáról, amit itt hát ilyen pálcaként tartja a kezébe. Itt valami iszák van, a lóg a derekán, és itt van még a gamós bot, bocsánat, ez meg a kormánypálca. És minden olyan jelkép rajta van, ami a magyarságra jellemző, illetve népünk elődeire. Itt van az életfa, a bölcs mami, az Inanna, az ember teremtője, az úgynevezett turulmadár, egy sas képében, Ea Isten, a bölcsességnek az istene, és ugye akik latinosok voltak, meg a római görög-római mitológiát tanulták, azoknak rögtön az jut eszükbe, hogy ez a kétarcú Jánus nem a Jánus, hanem a hold. Egyszer a C-t mutat, akkor nyugszik, ha D-t mutat, akkor meg dagad. Tehát ez a holdnak az AI, a holdnak az úgynevezett istene. Na most kérem szépen, Jóskával beszéltünk idefele, hogy miért volt sok isten, női isten, és így tovább. A magyarság egy isten hívő volt. Csak a teremtőnek a különféle természeti tüneményekben való megnyilvánulását tisztelte, és azt isten alakban jelenítették meg, és ezért gondolják a görögök, a rómaiak, hogy sok isten hívők vagyunk, hogy imádtuk a földet, a napot, a tüzet, és így tovább. Nem. Az Istennek a természeti tüneményekben való megnyilvánulását tiszteltük. Más az imádat, és más a tisztelet. És ezt nem tudom, hogy ki emlékszik még Dacó Árpádra, Lukács atyára. És ő, neki, mikor ezt elmondtam, és rendkívüli módon örült, mert az ő rendjükben, ami domokos volt, ott is van egy ugyanilyen mondat, és ezt le, illetve egy meghatározás, és ezt le is írta nekem, és azt mondta, hogy még senki nem vette így észre rajta kívül. Tehát, és azt tudjuk a krónikákból, hogy a magyaroknak az ősatja, az őse Nimród volt, mondjuk ez lesz a kiinduló pont. Még valamiről nem beszéltem, a tábláról. Kérem szépen, ugyanazt jelenti, a csodája a teremtésnek ez a tábla is, ez meg Dubsár, tehát egy pecséthengernek a tulajdonosa volt, egy írnok. És mi a teremtés csodája? A földből teremtetett az ember. Tessék megnézni, Inanna istennő valamit spriccel erre az alakra, aki jön ki a földből. Tehát Ádám, ugye, földből teremtetett.
Na most Eának azt nem mondtam, az attribútumai a halak. És hát erről a képről egyelőre ennyit. És még az oroszlán, ami a sumiroknál igazándiból leopárd volt. A napjelkép volt a sumiroknál a leopárd. Amikor kezdtek sémitizálódni, meg a sémita hatásra fölváltotta a leopárdot az oroszlán. Gondolják meg, mi volt Árpád? Párducos Árpád, ugye leopárd, párduc az ugyanaz. Most én hol így mondom majd, hol úgy mondom. Nimród szülőhelyét egy szelényi nevű emigráns kutató fedezte fel a katolikus lexikonban, aminek több kiadása volt, megmondom őszintén, én 3-4-et átnéztem, egy nem találtam meg, amit ő mondott, de Nimród itt született a második, vagy a második katarakta, harmadik katarakta és a negyedik katarakta között. Ez volt a Núbia, a kusoknak a földje. És a Bakpatak partján, tehát Magúriában egészen pontosan tudtam. Most van egy nagyon kedves, nem ismerem személyesen, mert Amerikában él, akkor rákérdeztem, hogy ugyan mondja már meg nekem, hogy melyik bibliai lexikonban volt benne, hogy ez hol van. Azt mondta, hogy annyi jelent meg. Mondom, én amit Magyarországon meg lehetett volna keresni, azt ott nem találtam, de Szelényi Imrének, én itt megnézem a nevét, Szelényi Imrének elhisszük meg, legalábbis hát olyan szépen hangzik. Az tény, hogy a kusok földjén született, tehát Kahúrban. Noéval kellene kezdeni, ugye Noé valamilyen úton, módon bárkát épít, benne van a Bibliában, tehát semmi különös nincs benne, bárkát épített 3 fiával, a fiai feleségeivel, és szépen átvészelték a vízözönt. Egy egyiptomi sírkamrából való ez a 3 kép, tehát freskó, Sém, Kám és Jáfet, érdekes módon Kámot fekete bőrűnek ábrázolja, Kusita, tehát a Kusita. És hát ezt szerettem volna önöknek megmondani. És a Nimródot nagyon sokféle, sok nép, nem túl sok, 6-7-8 nép tiszteli ősatjának. Tisztelik az arabok, ugye a Bibliában benne van, a magyarok, az etiópok, az egyiptomiak, és még van egy pár, akiknek a nevére, az igazság, hogy nem találtam meg, csak utalás van, hogy több nép tiszteli ősének Nimródot. Na most hogy lehet ez, hogy ennyi népnek az ős atya Nimród? Hát ennek kétféle van. Vagy egy mítikus hős volt Nimród, és a mítikus hősnek a dicsfényéből különféle népek táplálkoztak, másképp nem tudom mondani, vagy pedig Nimródnak a nevében rejlik a titok. Vagyis sok Nimród. Ugye mi is gondolhatjuk azt, hogy amikor már keresztnévvé lett, akkor sok embert hívtak tiszteletből esetleg Nimródnak. De több száz év, ezer év különbség van az egyes Nimródok között. Nekem az ütött mindig szeget a fejem, hogy létezik, hogy olyan sokáig élt volna. Hát nem élt olyan sokáig, mert végül is megölték, ha jól tudom, Krisztus után 300 táján. Ézsau volt az, aki vadászaton, orvul hátulról megölte, Baktriában. Még benne van ez is a Héber apokrifokban. Tehát ugye akkor már a sémitáknál divat volt, hogyha valakit el akarnak tenni lábalól, ugye később a Vatkan volt, mint mese, de tény az, hogy vadászaton ölte meg Nimródot, és Baktriába, tehát keleten, Közép-Ázsiában. Noé, ugye Sém, Kám és Jáfet 3 fia volt, szétosztotta a fiai között a földet, az a korabeli ismert földet. Sém kapta Arábiát. Na most kérem szépen, akkor még ez a vízözön után volt, nem volt olyan, mint ma, tehát sivatagos. És ez volt Sém utódainak a rákfenéje, hogy ugye hogy egyre jobban kezdett a föld kiszáradni, az Arábia egyre jobban sivatagosodott, tehát ez a rész talán nem, de ez a rész, ugye a hegyek vannak, itt látszik is, de gyakorlatilag beduinként kellett, hogy éljenek, és ezért kívánták meg majd ezt a részt, a tengerparti részt. Ez Sém földje. Jáfet kapta az európai részt, ez is benne van a Bibliában,
és Hám, vagy Hám kapta az afrikai részt. Körülbelül így lehetett. Kám is szétosztotta a fiai között, ugye ez volt a Sémé, itt van Jáfet, és akkor ez a rész pedig Kámé. Kám is szétosztotta a fiai között a földet, Kánaán kapta a termékeny fölső tenger partját, amíg a hegyek fel nem emelkednek, hát ez a földközi tenger. A Mizraim, ugye Egyiptomnak a névadója, Egyiptomnak az ura volt, vagy őse, az egyiptomi részt, Kus kapta Núbiát, a mai núbiai részt, és Put pedig a, hát ezt a sarkát az arab félszigetnek. Na most az az igazság, hogy nagy valószínűséggel Kus földje futott le idáig, és Put egy icipicivel többet, de erről a Biblia nem mesél. Nagyon keveset szólnak az apokrífok is Putról. Ez a Puntország, ahogy szokták volt emlegetni. És itt sokasodtak, és érdekes módon a Biblia az Sémről beszél nagyon sokat, és Kusról. Tehát ezt most röviden érintem, hogy a sémiták tehát megirigyelték Kánaánt, és biztos ismerik, hogy apja a mezítelenségét a három fiú látta, és ezért megátkozta, kit? Kánaánt, aki ott se volt. Hogy uralkodni fognak a sémnek a leszármazottjai, uralkodni fognak Kánaán felett. Na most ez az utólagos, mondjak róla többet, vagy ez így nagyjából, a Bibliát úgy nagyjából érintettem. Nem? Mondjak többet róla? Jó. Tehát az első bor, vagyis szőlőtermelő az Noé volt. Leitta magát, és a sátrában heverészett, ki tudja mivel, vagy hogyan, vagy kivel, és tény az, hogy Kus észrevette, és szólt a másik két testvérének, hogy fekszik az atyuk. A két fiú, Hám észrevette, és szólt a Jáfetnak és Sémnek, akik úgy mentek oda egy pléddel, vagy nem pléddel, hogy hívják akkor, pokróccal, hogy az atyuk mesztelenségét betakarják, mert főben járó bűn volt egy gyermeknek meglátni az atya mesztelenségét. A másik, Hám pedig azt csinálta, hogy fogta magát, és végig lesett. Most ezt a fiúk, Sém volt az, aki ezt elárulta, Noé fölébredt, és megátkozta Kámnak az Kámot, de nem, és Kámnak az utódait is. És közben a legnagyobb bűnös az Kánaán volt, Kámnak a fia, aki ott se volt. Na most itt a Biblia magyarázók azt mondják, hogy Nimrodot nem sújtotta az átok, mert akkor még meg se született. Na majd erről még beszélek, mert ez is egy ilyen nagyon csűrcsavar. És tény az, hogy ezzel indokolták, hogy szabad préda Kánaánnak a földje. Meg is támadták Ábrahám után, ugye Ézsau meg a többiek. Tehát meg is támadták, és gyakorlatilag kiűzték a filiszteusokat, ugye azok a filiszteusok a mai, akik laknak ott, tessék, nem föníciai, palesztinok, köszönöm szépen, filiszteus, palesztin, ez a kettő egyforma sok nép lakott még ott, 11 leszármazottja volt Kánaánnak, Arvad, most hirtelen nem tudok többet, vagy Arvad az egy sziget volt. És így hitelesítették, vagy elfogadhatóvá tették, hogy miért kellett Kánaán elfoglalni. Tehát szalonképessé tették. Na de Kus maradt a földjén, és létrehozta, Hám volt az, aki ugye szétosztotta ő is a földjét, Sém, és a többiek is. Ugye sémiták is nagy, elég sokan vannak. És Hám nagy birodalmat alapított, jobban mondva nem ő, hanem a fia. És Josephus Flavius, Rómában élő zsidó történetíró írta azt, hogy Noé fiai közül egyedül Kusnak nem ártott az időfoga, mert mindmáig az afrikai, núbiai vagy szudáni részen élőket Kusitának mondják, és Kusitának mondják az Ázsiában lévő
utódokat is. És az a helyzet, hogy Kus volt a birodalom alapító, ugye amikor megkapta a föld, akkor egy jól szervezett birodalmat hozott létre. És ez a vízözön előtt megvolt már ez a birodalom, csak akkor nem Kus nevével fémjelezték, méghozzá ilyen hatalmas volt, tehát egybe tartozott Afrika és az ázsiai rész, ugye. Még nem váltak szét a kontinensek. A világkatasztrófákban van benne, hogy mint váltak szét a kontinensek, minek a hatására, és az egyes területeken levő népek a kontinensekkel együtt vándoroltak, tehát így lettek Amerikában. Nem én találtam ki, hanem ezek vannak a régi íratokban. És itt is volt egy hatalmas birodalom, amit egyszerűen a vízözön ketté választott. Most akkor már az úgynevezett Nimród már itt volt Ázsiában, és ő lett az ázsiai kusitáknak az uralkodója, akkor alapította, végigment és alapította Asszúrt, Rehbotot, ami azonos Nimróddal, meg még 3-4 várost, amit valahova föl is írtam. A másik rész pedig maradt. Tehát ott meg az afrikai kusita birodalom volt. Na most, amikor a Biblia magyarázók, nem, a krónika magyarázók, akik a Kézait, Túrócit, Kálti Márkot próbálják magyarázni, ott is benne van az Eritrea. Ugye Eritrea az itt van Afrikában, hát Kusnak a földjén. És viszont itt is van egy Eritrea, Ázsia, vagy az arab félszigete. És akkor azt mondták, hogy a magyarok, ugye Eritreából van kapcsolatuk, illetve sőt egy némelyik leírja, hogy onnan is származnak, tehát akkor mindig azt mondják, hogy az ázsiai Eritreából. Holott mindmáig Afrikában is van egy Eritrea, tehát ezt egy kicsit csúsztatnak. Tehát egyszerűen nem fér bele a krónika magyarázóknak a most még csúnyán mondom, a felfogásába, vagy az elképzelésébe, hogy mi innen is származhatunk, vagy legalábbis a magyarok elődei. Mert a magyarokat kusitának tartották végig. Tehát kusita népség vagyunk. És akkor megyünk tovább. Most még visszatérve a Bibliára. Ott van egy kis csűrcsavar. Sajnos nem hoztam el a Bibliát, de amit fel kellett volna olvasnom. Talán innen, mert itt van. A Kus leszármazott, mindegyiknek a leszármazottjait felsorolja. Kus leszármazottjait felsorolja. Kusról van szó, tehát nem Hámról. És felsorolja az 5 fiát. Utána megtörik a történet, és a negyedik Rahmaknak a gyerekeit kezdi felsorolni, tehát Kusnak az unokáit, és utána úgy mellesleg bedobja, hogy Kus nemzé Nimródot is. Tehát úgy tűnik, de ez mi, megnéztem ma 3 Bibliát, mert 3 féle van nekem, egy 941-es, és a mostani időszakból, egy 80-as évekből, meg talán a 60-as évekből még egy. A nevek, ez a mindjárt keresem a nevét, nem tudtam megjegyezni. Rahmach, ezt többféleképpen nevezi, tény az, hogy a negyedik fia volt Kusnak. Na most úgy tűnik, hogy Nimróddal a krónika és a bibliaírók nem tudtak mit kezdeni. Tehát sorrendben úgy illett volna, hogy az 5 fiú után felsorolja a 6. Nimródot, de nem, hanem úgy mellesleg bedobta. Tehát ez már eleve gyanús. És nem megyek, vagy előre megyek, de tessenek most azt továbbiakat úgy felfogni, hogy egyiptomi feljegyzés, jobban mondva a núbiai feljegyzések szerint, a kusita feljegyzések, kusita iratok szerint, nem én találtam ki, 17. században gyönyörűen megvan, és németre lefordították, tehát nem azért, mert én olyan okos vagyok, hanem németül ezek a források megvannak, a lábjegyzetben mindegyiket jelöltem. Tehát, mivel nem tudtak vele mit kezdeni, tehát megtették a fiának. Holott Kus maga volt Nimród. Tehát Kus és Nimród azonos.
az első Nimród Kus volt, és nem véletlenül írja Josephus Flavius, hogy Kus nevének nem ártott, egyedül Kusnak nem ártott az idő Noé fiai között, mert mindmáig Kusitának hívják. Tehát azt említettem, hogy Núbiában született, és mikor átkerült a vízözön utáni 201. esztendőben kezdte építeni Bábel tornyát. Na, idáig jutottam el a Magyarok Világszövetségén. Gudea korában így nézett ki. Ja, most már nem keresem meg, köszönöm szépen, mert most már túl vagyok rajta, de lehet, hogy majd még kell. Így Nimródnak tartják őt. Ez pedig a 700 asszír korban szintén Nimródnak tartják, a szent állatával, nem a párduccal, hanem az oroszlánnal, de mind a kettő ugyanaz. Most itt is tessék megnézni az ókorban. Van egy sumír Nimród, van egy asszír Nimród, közte legalább 2000 év van. És Nimródnak mondják mindegyiket. Gilgámes Nimródnak mondják a Biblia a magyarázók, tehát akik az asszirológusok, meg a sumerológusok. Itt megint csak igazoltnak látszik az, hogy a Nimród név valami mást sejtett, amit már mondtam is, az legelején, hogy nem személynév, hanem mindegyik személynek a hozzá csatolt, hát titulusa, nevezzük így. Most visszatérve a vízözönre, a kézai, kálti, meg még a túróci is azt írják egy az egybe mindegyik. Én megjegyzem, hogy mindegyik Mária Terézia udvarában került elő, tehát belenyúltak. És főleg Kézainak a krónikájába, mert ha valami igaznak tűnik, vagy tisztességesnek, akkor az Kézai. A többi túróciba is mondja, hogy Kazinci dolgozta át állítólag, vagy legalábbis ő másolta le. A képes krónika szintén, az is mindegyik Bécsbe került elő. És kérem szépen, amit én mondok, tehát Kézai mesternek a krónikája az eredeti nem maradt meg. Valaki akkor magánszorgalomból a bécsi királyi, vagy császári könyvtárban lemásolta, és az került valamelyik főúrnak a könyvtárába. Így maradt meg. Hát olyanokat ír, tessenek megnézni, egy vékony kis füzetecske, meg lehet kapni talán a magyar menedékben is, tehát kiadták a másolatát. De az gyönyörűen megírja ezt, hogy hol volt Bábel tornya. És szó szerint idézem Kézaitól, vala pedig helyezve Núbia és Egyiptom közé, maradványait Memphisből Alexandriába menet mindannyian lehet látni. Na most ez ütötte ki a Magyarok Világszövetségébe a biztosítékot, köszönöm szépen. Na most az tény, hogy én utána néztem nagyon sok forrásnak, hogy Bábel tornyának az vajon mikor épült. És kiderült, hogy nem olyan régi, hogy átvészelte volna a vízözönt. Most a könyvemben nagyon sok Birsz Nimród, akkor úrók, tehát ilyen zikkuratszerű építmények voltak, amit mindegyik ott élő népcsoport, most arabokra gondolok, ugye Irakban van szinte mindegyik, a sajátjának tart, hogy ez volt Nimródnak az építménye. De a Biblia tartja magát, és Babilonban lett volna ez. Na most ez, mint mondottam, volt nem régi. Nimród miért építette a vízözön utáni 201. esztendőben Bábel tornyát? Vajon minek? Ugye a hivatalos, meg a vízözön, sőt még Kézai is írja, hogy azért, hogyha jönne egy következő vízözön, akkor az emberiség el tudna oda bújni. Igen ám, csak hogy a vízözönnél nem egy népcsoport, hanem nem csak Noé menekült meg, hanem olyan zöngék is vannak 17. század, hogy Kus az a Atlantisról menekült, meg Nimród is, mert az Atlantis az egy hatalmas birodalom volt, beletartozott
Észak-Amerika, Dél-Amerikának egy része, Európa majdnem teljesen, a mostani Közel-Kelet és Afrikának egy jó része. És ugye a központ elsüllyedt, a perem részeken pedig az emberiség maradt tovább, és szinte önállóan fejlődött. Egy Donovan nevű 17. századi történész írja le, rendkívül érdekes, és hihető is, tehát logikusnak tűnik, hogy miért volt ennyi helyen Nimródnak nyoma, meg egyáltalán az korabeli népcsoportnak, vagyis az atlantisziaknak nyoma. Hát most ez nem ide tartozik, de hadd mondjam el, Plátont kellene idéznem, én nagyon szeretem az ókoriakat, és a Szaiszi pap mondja, hogy ti görögök ugye nagyon fiatalok vagytok, mert nem emlékeztek arra, hogy a ti haderőtöket elmosta a bizözön, jobban mondva az, ami akkor Atlantis elsüllyedt. És a másik, hogy szintén egy egyiptomi krónikát mondok, mert rossz beidegződés, hogy Tót Isten, akit az írás feltalálójának tartanak, elmenekült Atlantisról, mert beleszeretett az atlantiszi király lányába, és száműzték, ugye nem megfelelő volt, ez az aranykorban történt, és mikor visszament volna, nem tudott visszamenni, mert elsüllyedt Atlantis, és így maradt az egyiptomiaknak. Rendkívül művelt volt, és nagyon sokat tanította, főleg az írásmesterségét tanította, és Pláton azt írja, hogy amikor ment a fáraóhoz, hogy ő feltalálta az emlékezésnek az eszközét, magyarán mondva az írást, akkor azt mondta, te nem az írást, az emlékezés eszközét találtad fel, hanem az emlékeztetését, és ez okozza majd azt, hogy az emberek egyre kevésbé használják az agyukat. Hát nyilván az egyik féltekénket nem is használjuk. Azért, mert ránézünk a betűkre, és akkor eszünkbe jut, hogy az mit jelent. Holott régen az emlékezés volt a fontos. Ez a Kalevalából gyönyörűen kiviláglik, hogy amikor megy a Vejnemöjnen, vagy akár a többi Lemminkeinen, megy tovább, eljut egy uralkodóhoz, vagy eljut egy öreg emberhez, vagy bárhova, mindig a saját élettörténetét elmeséli. Megy tovább, elmeséli, nem onnan, ahol abba hagyta, hanem újra a kezdetétől. És ezért olyan unalmas a Kalevala. Tehát, és ez volt a magyaroknál is, ez a gondolatritmusnak hívják az irodalmárok, hogy mindig újra kezdte, eljutott a mesékbe is megvan, eljutott a hold anyjához, akkor elmondta a történetét. Eljutott a nap anyjához, akkor újra kezdte az egészet, holott a mai ember úgy gondolná, hogy akkor folytatnia kéne, mert hát végül is már egyszer olvastuk. Nem. És ez a memorizálásnak kiváló eszköz. Na most nagyon elkalandoztam, ez a bajom, hogy mindig mesélek. Tehát Bábel tornyát vajon hogy miért építette? És ez a Kusok földjén volt, tehát azért, hogy képzeljék el a vízözönt, itt-ott maradtak szárazulatok emberekkel. Nimród nem csinált mást, mint az embereknek a tudását összegyűjtötte, és egy úgynevezett legalábbis nagyon sok történet írja 17.-18. században, hogy egy tudásközpontot akart létrehozni, és azért építették ezt a tornyot. Na most a korabeli szerintem vallási vezetőknek, ez is a Héber apokrifokban van, tehát érdemes olyan 1500 oldal hártyapapíron, cigarettapapíron, szerencsére nekem megvan, onnan tudom, mit tudok mindig mindent megnézni. És nem tetszett állítólag az Úrnak, a Teremtőnek. Ugye építkeztek, és a Teremtő, vagyis az Úr megszólalt, most az Úr alatt ugye Istent kell érteni, vagyis hát azt mondta az angyalainak, hogy ha az emberek ide jutnak föl, akkor ebből mi lesz? Hát össze kell zavarni a nyelvüket, hogy ne jussanak föl a levegő, vagyis az égbe. És 70 angyalt küldött le, akik megzavarták az építőket. Na most képzeljenek el, elkezdenek építeni egy tornyot. Ugye, és akkor ott van valaki, mondjuk kér vizet, mert mondjuk mai szemmel nézve mondjuk habarcsot akar keverni, erre kap követ. A másik kér egy spaklit, erre kap egy kalapácsot. Hát a
Képzeljük el a lelki világokat, tehát úgy kupán vágta, hogy neki követ hoz Malter helyett, vagy fordítva. Tehát az biztos, és ugye építmény az mikor dől össze? Akkor, ha rosszul építik, vagy természeti katasztrófa miatt. Hát itt a rosszul építés megvolt, és ezt a görög Szibilla is megjósolta még korábban, hogy a Bábel tornya az emberek miatt dől össze. És akkor az úr angyalai tényleg nem voltak mások, mint provokátorok. Hát ilyen van manapság is. Most tessenek elvonatkoztatni a teremtőtől. Ott egy nagyon komoly sémita és nem sémita ellentét volt, és a sémiták voltak azok, akik ugye később is, mert nyilván ugye a zsidók Ezdrászék a Krisztus előtti 3. században kezdték a szent, a káldeus könyvtárakból, ékiratos könyvtárakból összeállítani a mai Bibliát, amit mi is ismerünk, meg az ő tórájukat. És a papságnak nem tetszett. És ezért provokátorokat, 70 angyalt, tessenek megnézni, itt van egy szárnyas angyal itt alul, akkor van olyan kép, amit sajnos, amikor ezt összeállítottam, nem találtam, hogy fújnak lefelé. Tehát innen, itt egy csomó angyal, itt ott egy másik freskon vagy képen, de sajnos most megvan valahol, de most nem találtam meg, de tény az, hogy tessenek megnézni, dobálják le az embereket, és tehát rosszul építették a tornyot, és ezért összedőlt. Én nem mondom azt, hogy nem segített rajta egy kis földrengés, mert segíthetett, de ezt lehet a régi iratokból kiokumulálni. És ez volt a nagy kusita birodalom, az már előbb kellett volna mutatnom, és ez maradt meg Nimródnak. Nimródot Ézsau itt tölte meg, erről is beszéltem már Baktriában. Nimródnak a gyermekeiről a Tarihi Üngürüsz, a magyarok története ír. És azon kívül a somogyi rovásírásos kövek ebben van benne, rovásírással, ugye ez rovásírásos kövek, a naprendszer belső keletkezése meglepő módon azonos a teremtés mitosszal, az ékiratos teremtés mitosszal, de tény az, hogy a palatáblán rajta szerepel ez, amit itt önök látnak, hogy Ménród, Fibor, Hunor, Magor, mert ez a palatábla rovásírással, és itt van középütt ez a sor, hogy Ménród, Fibor, Hunor, Magor. Ezt az 1576-os évben úgy tűnik, hogy titokban tanították a magyaroknak, vagy az ifjaknak, valószínűleg latinos műveltségű papok, mert az évszámból ez derül ki, hogy annó az benne van, tehát az csak a szokás volt, de latinos műveltségű papok taníthatták mindent, ami a magyaroknak szükséges. A mitológiájukat, a régi uralkodóikat, vagy hogy mondják, vezéreiket, és a török időkből származik. Azon kívül a rovásírást, hogy mikor kell arccal előre, meg arccal hátra írni a rovásbetűket, és néhány, ez még itt benne van, tehát elemezve az egész tábla, és milyen magánhangzó és mással hangzó kapcsolatokkal lehet a rovásírást használni. És ez is gyönyörűen benne van. Na most itt, hogy Ménród, az ugye nem vitás, hogy az Nimród, és majd mutatok rá bizonyítékot is. Bor, Hunor, Magar, vagy Magar, vagy Magor. Hát három fiú van, nem Hunor és nem Magar, hanem ott volt Bor. És úgy tűnik, hogy valóban, tehát hárman voltak, a Bor nemzetségből származott Bánkbán, és Tordamágus, tehát a Torda volt, tehát a Bor nemzetség adta mindig a mindenkori bírákat, a mágusokat, és a mágusokat is. Ez is benne van gyönyörűen a krónikáinkban, a Hun részben van benne. És a másik meg Hunor és Magar, itt van gyönyörűen leírva, ez eredeti, hát úgy értem, hogy a kőről másoltam le. Ménród, Fi, Bor, ugye
ligatúrával, Hunor és Magar. Most annyit kell még tudni, hogy igazándiból a mi ősünk, már a krónikák szerint, az Hunor volt. Nem véletlenül hívnak minket hungároknak, vagy Hungáriának, vagy Ungárnak. A Magar, az a másik, az ott maradt Baktriában. Na most akkor ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Tehát ott tartottam, hogy Ézsau meggyilkolta Nimródot, az első Nimródot. Az ókori íróknál Núbiában, tehát a kusok földjének az istene vagy az ősatja Ámon volt. Most tessenek majd meg, tudom, hogy mutattam-e. Ámon az egy H-val kiegészítve Hámon. És nagyon sok író, biblia értelmező, vagy írják, hogy a Kám az igazándiból nem Kám, hanem Hám. Tehát egy on végződésben különbözik, tehát úgy tűnik, hogy Ámon és Kám, tehát Nimrodnak ugye eddig, amit beszéltünk, az atya volt, Sém, Kám és Jáfet. Kám az egy azonos személy. És ez a könyvből, a Nimród könyvemből kiderül, de én most elkezdek arról beszélni, akkor sosem megyünk haza. És Etiópiában Ámont kosként ábrázolták. Soha nem mutatta az arcát, amikor Heraklész megkérdezte tőle, hogy ugyan mutassa az arcát. Akkor egy kosfejet itt van, egy kosfejet tett maga elé, ez azt a maszkot, és kosbőrbe bújt. És így mutatta meg magát. És itt pedig nagyon-nagyon hasonlít a sumiroknak az Enlil istenéhez, ami láthatatlan volt, soha nem ábrázolták képzőművészeti alkotásokon, ő volt a mindenütt, mindenben jelenlevő lélekisten asztalban, bennem, bárkiben. És ez egy sumir előadásból derül neki. Na most, és a gyermeke Ámonnak Kus volt. Kámnak a gyermeke Kus. Egy bá szótagban különbözik a bá Kus és Kus, egy bá szótagban különbözik a két név. Na most, ha Kám és Ámon azonos, és Kám odaadta az afrikai területet a fiának, na, Kusnak, Ámon pedig odaadta a fiának Bakusnak, és nem volt területi harc köztük semmi, akkor minden bizonnyal, azért mondom feltételesen, mert önök nem nagyon hisznek nekem, én tudom, hogy ha az atyák azonosak, akkor a fiúknak is azonosnak kell lenni, és nincs arról semmi séma, hogy más anyától születtek volna. A névazonosság az megvan. Na most az, hogy Nimród Bakus volt, itt nagyon jól lehet látni, ez az Egerton krónika, angol krónikában van benne, a 14. századi. Tessenek megnézni a bibliai Kám, meg ezt talán Jáfet, ha jól látnám. Itt van fölírva Nemrót, nem Nimród, Nemrót, úgy, ahogy a magyar krónikákban van. És itt van Bakus. Tehát Nimród azonos Bakussal. E szerint is. Tehát alá támasztja azt, amit eddig mondtam, 14. századi angol krónikában. Most mi kapcsolja össze Nimródot Etiópiával? Kérem szépen, a párducbőr. Mind az egyiptomiak, még egyszer visszatérek, mind az egyiptomiak, mind a görögök Kámot és Ámont azonosnak tartották. Így a fiaikat is azonosnak tartották, és érdekes módon Egyiptomban Kus, illetve Bakus Oziris lett, a görögöknél pedig Dionüzosz. Most nem amit mi ismerünk, a Bormámor istene, tessen utána lehet nézni, hogy ez mint van, de Dionüzosznak hívták. A Dionüzosz az, hogy a bor és a mámor istene lett, az már megint ilyen dehonestáló, hogy nyomjuk el, mert. De az biztos, hogy a görög istenek
mind Egyiptomból származnak, ezt a görögök maguk is vallják és mondják. Tehát az, itt egészen pontosan 1350-ben készült ez az Egerton krónika. És Ozirisznek, aki azonos hussal, azonos Bakussal, kérem szépen, olyan tulajdonságokat, vagy olyan tulajdonítanak, hogy ő tanította meg Egyiptomnak a földművelést, a saját földjén is, terjesztette a tudományokat, megtanította, milyen növényeket, hogy s mind kell termeszteni az állattartásra, és így tovább. Tehát hatalmas dolgot vitt véghez. És ezért viselhette az isteni újjászületésnek a jelképét, a párducbőrt. Na most az, hogy a párducbőr az hogy s mind kerül ide bele, egyiptomi mítosz beszéli el, Ozirisszal kapcsolatos. Oziriszt a testvére, Szét, a sivatag, a pusztítás, a sötétségnek az istene, tehát megirigyelte azt, hogy milyen népszerű, megölte. Ízisz istennő, testvére, felesége, darabjait egy másik istennővel összeszedte, és életet lehelt belé, de mert erről majd később mutatok egy képet is. Na most, és fölölthette a párducbőrt, bős kacagány, tessék megnézni, a Núbiában a kusita uralkodók, ez állítólag a Krisztus előtti 7. században, hát én kétlem, szerintem sokkal régebbi lehet, de hivatalosan a 7. század, mindegyiknek a derekára van egy párducbőr csavarva, tessék megnézni. Lóg a párducoknak még a imittamotta a feje is itt például. Párducbőr van a derekukon, itt meg a párducnak a feje. És Oziriszt életre keltette Ízis istennő, tehát, ahogy mondják, életre legyezte. És itt inkább tudom azt, hogy, illetve azt is lehet tudni, hogy ez a halálnak az istennője, itt van elől Ízisz, és itt pedig a Ba a lélekmadár. Na most a Ba a lélekmadár az a magyar mitológiában benne van. Tehát ez, amikor meghal a magyar néphit szerint, Róhaimnél meg jó egy nehány mitológusnál, amikor meghal tehát egy valak bárki, akkor a lélekmadár kiszáll a testéből, és ezt Bának hívják. Nézzenek utána, mert a magyar néprajzi, tehát a vonatkozásokban benne van. És azért, hogy ne az ajtó menjen ki, ezért kiszokták a falat, ugye bályognál könnyű, az a szobának, vagy a, mit tudom, a háznak a falát kiverik, hogy ott menjen ki a lélek, hogy többet ne találjon vissza, és ez a Ba. És megdöbbentem, mert ebben a könyvben, amikor tanítja a palatáblán, hogy mit kell tudni, itt van, megvan, most már megtaláltam, a magyar ifjaknak, akkor benne van a Ba. Az isteneknek a felsorolása. Samas, és itt van Ba. Tehát a napisten, a holdisten, és tehát a női istenség és a Ba. Mondom, hogy kerül ide a magyarokhoz Ba? És kérem szépen, Egyiptomban találtam meg az a lélekmadár, és itt van. Itt van a lélekmadár. És itt pedig egy oroszlános heverőn fekszik az éledező Ozirisz. Mit gondolnak, miért oroszlánom, miért nem párduc heverő? Próbálják végig gondolni. Hát valószínűleg azért, mert a párduc szent állatuk volt, és arra mégsem lehet feküdni, és ezért oroszlánt. Ez az én gondolatmenetem, de nagy valószínű oroszlánt. Nos, nagyon heverőt csináltak neki. És a párducbőr az egyiptomi papoknál mindig, hogy mondják, szokásban volt. Itt még a feje is ott van, tehát az újjászületésnek a jelképe. És a szárnyítási szertartás Tutankhamont és második eje végzi ezt, azért, hogy a halott a túlvilágon beszélni tudjon. Azért ez az úgynevezett szárnyítási szertartás az egyiptomiaknál.
Na most a Nimr, az, annak megvan a jelentése. Tessék megnézni, ez az ékiratokban volt benne, onnan vettem ki. Ezt írtam, Józsi, saját kis kezemmel. A Nimrud az azt jelenti a napisten Párduc fia. Ez a Párduc az asszíroknál kérem szépen oroszlánt is jelent, ugot. Ez pedig a gyermeke, valakinek a gyermeke és a napistené. Most hogyan lehet ezt hátravetett jelző, birtokos jelzővel mondani? Na, Párduc fia a napistennek, ugye ezt magyaroknál használják jobbra-balra, bár a napisten Párduc fia sokkal gyakoribb, a másikat elfelejtettük, és azok, akik ezt nem tudják, arra szoktak hivatkozni, hát ez akkor semmi köze a magyarhoz, de hogyha azt is azt lehet mondani, Adi, hogy éhe a szónak, éhe a szépnek, akkor, és nem a szép éhe, tehát akkor el lehet hinni, hogy ez a magyar nyelvtanban vagy a nyelvben létezik. Tehát a napisten Párduc fia, és ez az a Párduc bőr, ami a napistent, a Párduc az a napistennek a, hát a gyermeke leszármazottja, az újjászületésnek a jelképe. És ennek a neve Nimr, Nimrud, Nimrud, Uud. Ugye nem így beszéltek, hogy Uud, hanem egybe, mert ugye ez egybe hallatszott, de három ékjellel fejezték ki az asszírok, de megvan vonalas jellel is, amit én nem hoztam el. És itt van a Nimród. És ez azt jelentheti, a Nimród az, mivel mindig olyan kapta ezt a Párduc bőrt, vagy a párducos átalvetőt, vagy kacagányt, ahogy nálunk is mondják, aki a népért sokat tett. Hát Osiris mit csinált? Megtanította őket a földművelésre, meg sok-sok más mesterségre. Kus mit csinált? Hát megszervezte a birodalmat. Igaz? Meg állítólag ugye volt, azt már említettem, hogy az Atlantisról Noén kívül ő is hozott egy népcsoportot Núbiába a vízözön után, vagy a vízözön alatt. És mindegyik Párduc bőrrel volt felövezve. És így terjedt el, hogy minden a népeknek, akiknek az őseik nagy dolgot vittek vízzel, nyilván összetartották a népet, meg ők irányítottak, becsületesek voltak, tisztességesek, tehát nagyot tettek a saját népükért, ugye később lett a nemzet, azok felölthették a Párduc bőrös kacagányt, vagy, és ugyanezt kapta Párducos Árpád, vagy Árpád is, megillette a Párduc bőr őt. Tehát a Nimród az Párducot jelent, Párducből, tehát uralkodót jelent. Mindig azt kapta, aki arra méltó volt. Most válaszolok most a címre. A magyarságnak is nagyon sok Nimródja volt. Az igaz, hogy a nevet elfelejtették, és személynévvé változott, de kik azok, akik nagyon sokat tettek a népükért? Mondjuk Aba Sámuel, Álmos, ugye Árpádnál, ott a jelkép, az újabb korban is, hát én Széchenyit például annak tartanám, talán Rákóczit is, annak ellenére, hogy elfelejtődött az, hogy a Nimród az titulus, tehát mindenki, aki arra érdemes volt, ezt kapta, és a népek ezt elfelejtették. És szeretnék elköszönni önöknek Ámon Isten nevével, mert az Ámon, az a magyar ámenban, nem egyáltalán a keresztény ámenban maradt meg, és Isten segítse népünket. Ámen. Köszönöm szépen. Sokat beszéltem.